ebben a sorozatban csak egyszerűen ki fogunk választani 7 verset egy bizonyos témáról, és azt fogjuk röviden elemezni. Ezúttal 7 olyan verset fogunk megnézni, melyek a nőről szólnak. A cél, mint mindig, most is az, hogy közelebb kerülhessünk az úthoz, melyet Jahua, az Atya kijelölt számunkra. Az első versek az Misli 31-es fejezetű, példabeszélek 31-10-31-ig. Ezt valószínűleg sokan ismeritek, de azért nézzük meg. Így kezdődik a 10-es verszak. Derék asszonyt kicsoda találhat? Ja, az egész folytatás arról az asszonyról, arról a nőről szól, amit nem csak, hogy a legtöbb férfi, aki az úton jár, keres, hanem arról az asszonyról vagy nőről, melyet Jahua elképzelt minden férfinak. Leírja azt, azokat a tulajdonságokat, melyeket a nőnek birtokolnia kellene ahhoz, hogy derék asszonynak hívhassák. Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Ugyanúgy, ahogy emlékszünk rá a bölcsesség, ugyanúgy a derék asszony ára is felülmúlja az igaz gyöngyökét. Nézzük meg, hogy mi az, amit erről ír. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Azaz nem csak, hogy bízik benne a férje, hanem ugyanúgy gyümölcsözővé teszi az életüket, mint az igaz úton való haladás például. Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének minden napjaiban. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel. Azaz dolgozik. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Fel kell még éjjel, eledet át az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányinak. Gondolkodik a mező felől, és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Azaz az egész családot ellátja, és mindazokat, akik dolgoznak a ház körül. Emellett még van ideje arra is, hogy foglalkozzon magával az úgymond termelése. Persze ez akkor mezőgazdaság volt, most azonban az élet megváltozott, de remélem mindenki érti, hogy mi az, amit itt ki szeretne fejezni. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. 16-tól a 19-es verszakig leírja azt, hogy az asszonynak nem csak, hogy van ideje ellátni a házat, a ház népét és a szolgálókat, hanem emellett még segít a férjének a különböző termelésben, illetve a munkálatokban, amik már nem a ház ellátásával kapcsolatosak. Így a mező, szőlőt plántál, és hasznosan munkálkodik, éjjel sem alszik el az ő világossága, a fonókerék. Ez mind-mind annak a szimbóluma, hogy ez az asszony, illetve nő folyamatosan segítségére van a férjének, nem csak a házi munkában és a ház egyben tartásában, hanem mindenféle munkálatokkal, melyek az egységnek az előre haladását segít. 20-as. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Emellett ugyanúgy, ahogy mindenki másnak kellene, folyamatosan szem előtt tartja azt az utasítást, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. És segíti azokat, akiknek szüksége van erre. Nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba öltözött, szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Azaz felöltözteti a családot. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Azaz a férj
egy asszony segítségével képes ellátni az ő feladatát, amely ennek a közösségnek, amelyben élnek, a vezetése, vagy a vezetésnek a segítése. A férj nem képes ezt ellátni az asszony nélkül, amennyiben van egy családja. Az asszony feladata az, hogy segítse a férj munkáját. A férj feladata az, hogy segítse a másiák üzenetének a terjedését, és a másiák feladata az, hogy az atya üzenetét eljutassa hozzánk. Így működik az egész teremtés egy egységként. Nem azt jelenti, hogy ez vagy az kevésbé fontos, azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a maga feladata. 24-es gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet ád a kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Még mindig arról van szó, hogy hogyan segíti a család és az egység előrehaladását a munkájával. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van a nyelvén. Vigyáz a háza népe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. Azaz ellentétben azzal, ahogy a legtöbben megnyilvánulnak manapság, és nem csak nőkre értem, ez az asszony bölcsen nyitja meg a száját, és kedves tanítás van a nyelvén. Nem mindegy az, hogy mi az, amit az ember mond, és hogyan. Csak azért, mert valaki azt gondolja, hogy neki van egy véleménye, az nem jelenti azt, hogy az a vélemény helyes, vagy egyáltalán fontos, hogy más megtudja. Ez az, amiről beszél a 26-os vers. Ezek után leírja azt, hogy mindemellett, amit eddig felsorolt, még ügyel arra, hogy a háza népe is a helyes úton járjon, és mellesleg nem lusta. 28. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, azaz tisztelik őt a gyermekei ezért, ahogyan viselkedik, és az ő férje, és dicséri őt. Ugyanúgy, ahogy a férje. Pontosan azért, ahogyan viselkedik. Példát mutat mindenki számára. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Azaz kiemelkedő az, ahogyan ellátja ő a feladatát, ahogyan betölti azt a funkciót, melyet az atya kitalált számára a teremtéskor. Család a kedvesség és hiába való a szépség, amely asszony féli a huát, az szerez dicséretet magának. Azaz az, hogy valaki kedves, vagy esetleg szép, az mind semmiség. A lényeg az, hogy ez az asszony mind az, amit eddig csinált, mind az, amit felsorolt, ezeket a dolgokat úgy látja el, hogy az igaz úton halad, és követi azt, melyet Jahua kijelölt számunkra. Adjatok ennek az ő kezemunkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei. Azaz, ő is részesül abból, amiért megdolgozott, nem csak fizikálisan, hanem elismerik azt, ahogyan él, és ami ő, a többi ember, hiszen látják azt, ahogyan viselkedik, és ahogyan betölti azt a szerepet, melyet az atya számára meghatározott. Így nem csak, hogy az ő élete is boldog lesz, hanem mások is látják azt, hogy ő egy igaz ember, és úgy él, ahogyan azt az atya meghatározta számára. Ez az a dicséret, melyet a többi ember fog számára megadni. Még arra felhívnám a figyelmet, hogy ez az ő cselekedetei által fogja elérni őt. A cselekedetek elengedhetetlenek az út járása közben, hiszen aki nem cselekszik úgy, ahogyan beszél, vagy ahogyan az meg van határozva, azt nem fogja a többi ember látni. Azt képmutatónak hívják. Még összefoglalásként annyit erről a néhány versről, hogy a derék asszony így él. Az egy dolog, hogy valaki tanulmányozza az írást, és próbál átalakulni. Az egy másik dolog, amikor egy kapcsolatban, vagy egy közösségben próbál az ember beilleszkedni abba a szerepkörbe, amelyet az atya számára meghatározott. Az, amit az ember magában csinál, gondol, ahogy érez, az egy dolog, a másik az,
ahogyan ez az ember megpróbál beilleszkedni egy közösségbe, mind a kettőnek harmóniában kell lenni azzal, amit leírt az atya és meghatározott számukra. Példabeszédek 31-es fejezet 10-től a végéig megmutatja azt, hogy egy nőnek hogyan kellene viselkednie egy úgymond házasság kapcsolatban, illetve a tágabb közösségben. Nézzük meg Saul Efézusiakhoz írt levelének 5-ös fejezetét, mert szerintem ez is értékes információkkal szolgál a nőknek. 21-24-ig így szó. Engedelmesek egymásnak Elohim félelmében, ez a párról beszél. Hogy engedelmesek egymásnak a két ember Elohim félelmében. Ugyanúgy, ahogy példabeszédek, Saul is arról beszél, hogy mindazt, amit az ember tesz, Elohim félelmében, azaz figyelembe véve azt, amit az atya előírt számunkra kellene tennünk. Ez az első és legfontosabb, hogy szem előtt tartsuk azt, hogy ő mit akart és mi az, amit elvárt tőlük. Nézzük, mit ír az asszonyokról. 22. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint Jahuának. Elolvasom még egyszer. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint Jahuának. Csak azért akartam ezt megmutatni, mert minden nőnek, aki egy kapcsolatban él, egy olyan kapcsolatban, ahol a férj is igaz és halad az úton, ahol felemás igában vannak, az egy másik jellegű kapcsolat. Azonban ez, amit itt ír, érvényes kell, hogy legyen mind a kettőre. Amennyiben a nő kilép a szerepéből, onnantól kezdve nagyon nehéz ezt együtt élni vele. Azt mondja, hogy olyan engedelmes legyél, mint Jahuának. A kérdés az, hogy vajon azok, akik tisztában vannak az úttal, értik-e azt, hogy mit is jelent ez valójában? Vajon Jahuának magyarázná-e annyi ideig, hogy mit gondol, mint ahogy a férjének teszi? Ellent mondaná-e annyiszor, olyan hosszú ideig? Ellenkezne-e úgy? Vitatkozna? Ordibálna? Idegeskedne? Felemelné a hangját? Stb. Stb. Amennyiben ezt nem tenné meg Jahuával, az atyával, akkor ugyanúgy a férjével sem kellene, hogy megtegye, hiszen azt mondja, hogy engedelmesek legyetek úgy, mint Jahuának. Ha így viselkedik az asszony, akkor lesz képes mutatni az utat a férjének az alázatosságával és az engedelmességével. 23. Mert a férj feje a feleségének. Tetszik vagy sem, a férj vezeti ezt az egységet, mint másiák és feje az eklézsiának, vagy a gyülekezetnek, és ugyanő megtartója a testnek, de miképpen az egyház engedelmes a másiáknak, azonképpen az asszonyok is férjöknek mindenben. Másodjára említi azt, hogy engedelmes az asszony a férnek, ugyanúgy, ahogy az elején, ugyanúgy, ahogy Jahuának, ugyanúgy engedelmes, ahogy a férfi a másiáknak. A lényeg az, hogy ezáltal elkerülhető lenne az, ami nagyon sok helyen van, hogy két vezető van a családban, mindenki megpróbálja a saját gondolatát érvényesíteni. Így megvan egy irányvonal, amelyet a másiák meghatároz, a férj követi, a nő pedig követi a férfit, és az egész egy egységként dolgozik azért, hogy közelebb kerüljenek az igazsághoz, és a végén eljussanak oda, ahova mindketten szeretnének. Más kérdés az, amikor felemásigában van az ember, de ezek a szabályok ugyanúgy vonatkoznak rá, hiszen akkor két vezető van egy csapatban, és akkor mindenki próbálja a saját vonalát érvényesíteni, és akkor az van, ami a világban kialakult ma. Nem véletlenül nem működnek a házasságok, hiszen két darab vezető van, aki mindkettő próbálja érvényesíteni az ő igazát, és egyszerűen az egész, hogyha egyrészt tudnák, hogy mi az a rend, amit az atya meghatározott, másrészt úgy is élnének. Salomó a példabeszédek 21-es fejezetében megerősíti ezt, amiről ír Saul. Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonya és közös házban. Ha megnézzük a másik fordítást, akkor látjuk azt, hogy jobb a szabad ég alatt a lapos
háztetőn lakni, mint veszekedős asszonya egy fedél alatt. Az új fordítás jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonya együtt a házban. Amit az írás állít, az nem az, illetve tanácsol számukra, az nem az, hogy egy nő csak tulajdonképpen ott van a kapcsolatban, és egyfajta robot, aki ellátja a funkcióját, és csendben van. Egy dolog az, amiről itt ír, ami tulajdonképpen a legtöbb kapcsolatot megrontja. Persze, nyilván a férfinak is megvannak a hibái, de most mivel a nőről van szó, ezért maradjunk ennél. Ez a probléma a legtöbb kapcsolatot megrontja, és onnan fakad, hogy a szereplők nincsenek tisztában azzal a funkcióval, mely az atyát ihlette, és mely az atyának az eszében volt, mikor megalkotta ezt az egységet, amit mi házasságnak hívunk. Nem véletlen az, hogy Ádámnak adta a parancsolatokat, és nem Havának, vagyis Évának, hiszen megvolt a rend az ő gondolataiban már akkor. A férfi tanítja a nő tanítja a gyereket, és így az egység zökkenőmentesen működik és halad előre. Amikor az emberek, vagyis a szereplők kilépnek az ő szerepkörükből, akkor felborítják azt a harmóniát, amit az atya megalkotott, és onnantól kezdve nem fog működni a kapcsolat. Még egyszer mondom, ez akkor arról beszél, amikor ideális esetben két ember együtt járja az utat. Egy olyan, a nőnek meg kell értenie azt, hogy megvan az ő funkciója, hogy figyelmeztesse a férfit, hogy ahogy olvashattuk példabeszédek 31-ben, hogy mi az, de az, hogy folyamatosan valamilyen tanácsokat adjon, vagy a véleményét hangoztassa, vagy egyfolytában rágja a férfi fülét ezzel, vagy azzal a dolgokkal, az ahhoz vezet, amit itt olvasok. Hogy jobb az embernek a szabad ég alatt lakni, vagy a tetőn, vagy a padláson, mint azzal az asszonya együtt, aki állandóan mondja. És szerintem ez egy olyan probléma, amelyen nagyon-nagyon sok kapcsolatnak szembe kell néznie, és meg kell küzdenie. Ezzel ellentétben, Misli 12-es fejezet így ír, a derék asszony koronája az ő férjének, de mint az ő csontjaiban való rothadás a megszégyenítő. Azaz a példabeszélek 31-ben leírt nő, illetve feleség, az koronája az ő férjének. Azaz ékesebb és fontosabb, mint bármi más az ő életében. Hiszen a kettő egy egységet alkot, a kettő egy test. Ha az asszony megérti a szerepét, akkor igazából az a nő az a legékesebb dolog a férfi életében, és ezt a többi ember is láthatja. A nő úgy tudna ez a korona lenni, ha úgy viselkedik, ahogyan az atya előírt, ahogyan leírt a példabeszédek 31-ben, nem úgy, hogy hangoztatja a véleményét állandóan, meg folyamatosan ellenkezik, meg tanácsokat ad, meg tanít, hanem úgy él, ahogyan az atya meghatározta. Hiszen akkor a két igaz ember, aki jár az úton, egy egységet fog alkotni, és a többi ember, a világ látja ezt, és a férj is látja ezt, és a család látja ezt, és akkor lesz az a nő a koronája a férjének. Azaz el tud jutni oda, ahova szeretne, csak egy másfajta megközelítésben. És ez igaz azokra a kapcsolatokra is, amikor nem férj és feleségről van szó valamilyen formában. Hiszen a nőnek így is, úgy is ugyanaz a funkciója. Nem veheti át a férfinek a szerepkörét. És így lehet ő koronája. Aki megszégyeníti, vagy aki állandóan magyarázza, hogy az előzőben írta, az olyan, mint egyfajta betegség. Mint ami az egész kapcsolatot aláássa, és lehetetlenné teszi. Ezért írja azt, hogy az ő csontjaiban való rothadás olyan az, ami így lassan az egészet lebontja, hiszen folyamatosan aláássa ezt az egységet, ahelyett, hogy építeni úgy, ahogyan az le van írva, nem úgy, ahogy ő azt gondolja.
Kolossélyakhoz harmadik fejezetben így ír Saul, és mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent Adonai Jehusának nevében, hálát adván Elohimnek és atyának ő általa. Azaz mindent, amit az ember cselekszik, azt hittel cselekedje úgy, ahogyan azt a Mássiák tette, hiszen ezáltal tudjuk az atya dicsőségét hirdetni, hálát adván az atyának a cselekedeteink által. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik Jahusában. Azaz, ismét ugyanarra szólítja fel a nőket, amire az előző levelében meg fogjuk látni, hogy még egyszer felszólítja erre őket. Nyilván ez egy probléma volt már akkor is, ahogy mindig is az volt. Mert az emberek nem értik meg, hogy mi az ő funkciójuk, vagy mik az ő funkcióik, melyeket az atya nekik szánt. Kilépnek a szerepkörükből, ezzel felborítják az egységet, a harmóniát, és utána az nem fog működni. Az ellenség ezt szeretné, hogy ez legyen, hogy ezt a harmóniát, mely ebben az egységben, ebben az ahádban uralkodna, ami a férfi és a nő, felborítsa. Nem véletlen az, hogy a legősibb intézményeket és igazságokat támadja a legjobban. A teremtés történetet, a 10 parancsolatot és a házasságot. A házasság egy nagyon fontos intézmény az atyának, ez jelképezi az ő és Izrael kapcsolatát, valamint a világ kapcsolatát, ezért hozta létre a férj és a feleség kapcsolatát, hogy adjon egy mintát számunkra, hogy hogyan kell viselkednünk. A férfi az atya, a nő a fiú. A férfi határozza meg az utat, a nő pedig segíti a férfit ezen az úton. Ezért mondja, hogy engedelmeskedjetek férjeteknek, miképpen illik Adonájban, vagyis Jahusában. Így illik, és ugyanúgy engedelmeskedjetek, ahogyan engedelmeskedtek Jahuának, ahogy az előbb elmondta. Timóteushoz írt első levelének második fejezetében Saul így ír, hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat. Azaz pont az ellenkezője az ékesség, mint amit a világ ma annak tart, és amire inspirálja a nőket. A visszafogottság az, ami az ékessége a nőnek, a mértékletesség az. Nem hajfonatokkal és aranyjal, vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem amint illik, igaz félelmet való asszonyokhoz való jó cselekedetekkel. Jó cselekedetekkel! Ugyanarról beszél, amiről példabeszédek beszélt. A cselekedetek azok, amik meghatározzák az embert. Leírt a példabeszédek 31-ben, hogy mi a jó cselekedet egy nő számára, hogyan kellene élnie. Az lesz az ékessége a nőnek, és úgy lesz a nő ékessége vagy koronája a férfinak, ha úgy viselkedik. Ha megérti azt, hogy mi az ő szerepe, hogyan kell azt betölteni, akkor lesz teljes nem csak a férfi és a nő kapcsolata, hanem a nő élete is. Hiszen azt úgy fog élni, ahogyan az atya meghatározta. És akkor lesz majd vele az atya és a Ruach HaKodes. És akkor tud úgy járni, ahogyan a Mássiák járt. És akkor fogja magát majd teljesnek érezni, hiszen úgy él, ahogyan az atya meghatározta, nem úgy, ahogy a világ. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. Hanyadjára mondja el Saul azt, hogy engedelmes legyen a nő? Azért, mert már akkor is problémát okozott ez. Csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítás pedig nem engedem meg az asszonynak sem, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Ez nem változott meg sem azóta, sem meg nem fog változni, hiszen ez a kezdetektől így van. Az, hogy az egyház megpróbálja másként értelmezni, az nem működik, hiszen a következő mondatban leírja, hogy mert Adám teremtetett elsőnek, azután Hava, vagyis Éva. Azaz nem arról beszél, hogy ez akkor ott a görögöknek fontos volt. Arról beszél, hogy ez a kezdetektől fogva így lett kitalálva. Az asszony csendességben tanul, engedelmességgel, és nem tanítja a férfit, hanem szépen követi azt, amit a férfi mond. Hiszen az atya a fiunk keresztül, a Ruach HaKodes által fogja majd tanítani a férfit, mikor látja, hogy ez a két ember törekszik arra, hogy úgy éljen, ahogy ő meghatározta. Az egy másik dolog,
hogyha a nőnek van valamilyen ötlete, vagy valahogy szeretné előmozdítani a kapcsolatot. A lényeg az, hogy Ádám teremtett elsőnek azután Havvá, és Ádám nem csalatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Azaz az ellenség a nőt környékezte meg, nem a férfit. Ezért találta ki az atya, hogy a nő tanuljon a férfitól. Nem véletlen, hogy az ellenség azt művelte a világgal, amit művel. Az egyenjogúság mozgalommal, az emancipációval, az erős nővel, a vezető nővel, és mindazzal a hősökkel, a filmekben, azzal, hogy az erkölcstelenség eluralkodik, ezekkel a dolgokkal megtámadta a nőt. Ugyanezt csinálta a kezdetekben. Nem Ádámhoz ment, hanem a nőhöz. Most ugyanezt csinálja, csak egy egész világra kiterjedő rendszerben. Folyamatosan támadja a nőt, ilyen vagy olyan módon kizökkentvén abból a szerepkörből, amit az atya neki szánt. Azzal, hogy kevesebbet keres a nő, hogy a nő is ugyanúgy tud dolgozni, hogy nem maradjon otthon, hogy az erős nő majd vezet. Ez mind ugyanaz a probléma, ami az elején volt. És ez nyilvánvalóan csábító, hiszen elérte azt, hogy másként gondolkodjunk, hogy úgy gondolkodjunk, hogy igenis mind a ketten majd ott elkezdjünk szavazgatni, meg eldönteni, hogy melyik legyen. Megbeszélik, mindenki elmondja a saját álláspontját, a férfi meghozza a döntést, onnantól kezdve a nő támogatja azt, így fog működni az egység. Ha ez megtörténik, onnantól kezdve, ha igaz az a férfi, és hibás az a döntés, amit hozott, be fogja látni, el fogja ismerni, és meg fogja mondani, hogy jó, nem jött be, csináljuk másként, mi a te véleményed. Ugyanúgy meghoz egy új döntés, és haladnak tovább. Ez az egész lényege, az, ahogy ma működik, az teljesen hibás. Hogy senki nem hajlandó elismerni azt, ha rossz döntést hozott, és természetesen az sem, hogy a kettő együtt próbál vezetni, mikor egynek kellene vezetni, aki a férfi egy kapcsolatban, nem csak a kapcsolatban, egy bármilyen közösségben is. A nő elmondhatja a véleményét, onnantól kezdve a férfi meghozza a döntést, a többiek pedig azt követik. Szóval bűnbe esett a nő, mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak, az egész akkor működik, ha megmaradnak a hitben és szeretetben, és a kodás életben mértékletességgel, a szent életben, az elkülönült életben. Ez az egész, amiről beszél, csak akkor működik, ha azok az emberek hitben, szeretetben és az úton járnak mértékletességgel. Összefoglalja egy mondatban, hogy hogyan működik ez az egység, amit az atya kitalált. Csak akkor működik, ha úgy élnek, ahogyan ő meghatározta. És akkor fog majd ez, hogy a férfi tanítja a nőkövet, és az egész sikeres az egység. Különben, ha nem az úton járnak, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak. Akkor úgyis az ellenség útján fognak járni. Ő pedig lebontja azt a kapcsolatot, vagy elpusztítja őket a végén, így vagyunk. Ha azonban az úton járnak, és hitben, és szeretetben, és mértékletességgel, akkor ez az egység működőképes lesz. Úgyhogy ennek feltétele az, hogy a kettő járja ezt az utat természetesen. Viszont ha járja ezt az utat, az csak és kizárólag így fog működni. Végezetül még egy vers példabeszélek Mésli 11. fejezetből, ami talán a legnagyszerűbb az összes közül, ami a nőkre vonatkozik. A disznó orrában az aranyperec, a szép asszony, akinek nincs okossága. És ez egy olyan dolog, amiről a világ teljesen elfeledkezett, teljes mértékben. Az Easy to Read így írja, az oktalan asszony, ha szépséges, olyan, mint az aranykarikai disznó orrában. Az új fordítás, mint disznó orrában, az aranykarika olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. Talán az első, a Károli a legnagyszerűbb, aztán pedig az új fordítás, az Easy to Read, az valahogy elcsúszott egy másik irányba. De mint disznó orrában, az aranykarika olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. Azaz a szépség nem ér semmit, hogyha annak az asszonynak nincs jó ízlése, de inkább én az okosságára koncentrálnék. Az okosság nyilván arról beszél, hogy járja ez az asszony az utat. Okosság mindig azt jelenti, hogy a parancsolatok, az út ismerete és az a szerint való élet
nem az, hogy meg tud oldani egy két ismeretes egyenletet, vagy tudja, hogy hány atompálya van, vagy elektronpálya van egy mangán, akármibe. Az okosság és a tudománya, ahogyan azt írja példabeszédek 6.23, az a tudomány, amikor arra beszél, hogy szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság az életnek úta, a tanító feddések, arra a tudományra gondol. A parancsolatok, az út ismerete és az azon való járás jelképezi az okosságot. Ha az asszony szép, az nagyszerű, ha jár az úton. Ha nem, akkor olyan, mint egy aranyperec a disznó orrában. Azaz teljesen mindegy, hogy néz ki, az még attól mindig egy disznónak az orrában lesz. Úgyhogy a szépség ennyit ér. A szépség csak akkor ér valamit, hogyha az ember az igaz úton jár, és olyan életet él, amilyet az atya neki szánt. Ha aranyperecet rakunk a disznó orrába, attól az még egy disznó lesz. Ugyanígy van a szépséggel is. Még ha szép is az az asszony, értéktelen, hiszen nem azon az úton jár, amelyet az atya kijelölt számára. Így nem csak saját magát sodorja veszélybe, hanem mindenki mást, akivel kapcsolatba lép. Ez az, amit láthatunk ma a világban. Sajnálatos, de ez van. A cél, mint mindig most is az volt, ahogyan elmondtam, hogy közelebb kerüljünk az úthoz, és egyszerűbben tudjunk együtt élni, de legfőbbképpen az, hogy úgy éljünk, ahogyan az atya azt elképzelte, ahogyan az boldoggá teszi őt. Ez az elsődleges feladatunk. Az, hogy mi a mi saját vágyaink, vagy célkitűzéseink, vagy mi az, ahogyan mi gondolkodunk, az még nem is másodlagos. Az első az, amit ő akar, és hogyha úgy élünk, ahogyan ő azt meghatározta, akkor leszünk képesek teljes életet élni, hiszen az ő célja az volt, hogy azt éljük, ezért adta meg az ő instrukcióit, amit mi Torának hívunk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!